A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége minden évben ebben a hónapban ünnepli az ágazatban dolgozókat. Nyíregyházán a Debreceni Egyetem egészségügyi karának szociális munkaszakos hallgatói, tanárai és a szociális ágazatban működő helyi intézmények vettek részt a programban. A közös főzés a program kötetlen és könnyedebb része volt, viszont a szakma 4 szekcióban értekezett az ágazatban fellelhető aktuális problémákról. A szociális szolgáltatások ma már a legkisebb településeken is elérhetők. A hálózat kiépített, de szükség van a szolgáltatás bővítésre. Szerintem folyamatos tanulás előtt állnak a kollégák. Egyrészt a fejlődni és változni kell a társadalom változásaival együtt. Tehát ahogyan a családok változnak, abban benne van a gazdasági változás, a társadalmi fejlődés, jönnek együtt ezzel a problémák, tehát mindig nagyon ügyesen és nagyon résen kell lennünk, és el kell csípnünk azt a momentumot, ahol mi be tudunk avatkozni a család életébe, és egy kicsit szemlélet, nem is kicsit, szemléletváltozásra, váltásra tudjuk őket mozgósítani. A szegénység kezelésében, munkanélküliségben, hajléktalanságban, családsegítésben, idősellátásban 30 éve dolgoznak szociális munkások Magyarországon. A szakemberek nehéz élethelyzetek leküzdésében nyújtanak segítséget. A szociális munka ma már egyre inkább a minőségre is odafigyel, tehát hogy amilyen szolgáltatásokat nyújtunk, ahogyan dolgozunk, azok valóban hatékonyak legyenek, tehát hogy elérjük vele azokat a változásokat, amelyeket el szeretnénk élni, akár az egyének, a családok, a csoportok vagy a közösségek életében. A szociális ágazatban is megfigyelhető az elvándorlás, kevesebb a szakember, bár az egyetemen van utánpótlás képzés. A szakma szerint vissza kell adni a szociális munka rangját, megbecsültségét, és meg kell ismertetni a tevékenységüket a társadalommal.